once a garden, only happy faces roam there, and there's never any room there for a berry or a Swing zenével ünnepeltek a polgárőrök november 6-án. 30 éves a közrendet felügyelő civil szervezet, ezért gyűltek össze a baranyai önkéntesek, ahova meghívták a Swing Ladies énektriót. Nekem nagyon tetszett az ének, a kiválasztásnál is ugye megnéztük a honlapot, Facebookot, és az alapján választottuk a hölgyeket. De nem csak itt, hanem több helyen is felléptek az énekesek, sőt, már az adventi karácsonyi időszakra készülnek. A Swing életében a nyitás után amennyire lehetett felpesdült az élet, beindultak újra a koncertezések, a közönség számára is elérhetőek voltunk, valamint a mi ránk jellemző és nagyon-nagyon szeretett privát rendezvényeken is, születésnapokon részt tudtunk venni. Egy nagyon sok teendővel tarkított nyár és ősz van mögöttünk, rengeteget próbáltunk, felléptünk, nyáron a Hildudvarban volt koncertünk, és akkor itt megragadom az alkalmat, hogy a kedves nézőket invitáljam december 16-án a Művészetek és Irodalomházába, ahol Swing karácsony készülődik, úgyhogy a hölgyekkel már gőzerővel kortyoljuk a karácsonyi puncsot, tanuljuk a karácsonyi dalokat, úgyhogy mindenkit oda nagyon nagy szeretettel várunk. Valamint, hogyha a járványügyi dolgok is engedik, akkor Komlón találkozhat velünk a közönség. Ott is egy nagyszabású adventi időszak fog kezdődni. Annyit szerintem elárulhatok, hogy műjégpályával és a szokásos adventi kirakodó vásárral tarkított rendezvényre készül a város, ahol mi is színesíthetjük az adventi időszakot, erre készülünk, illetve ezen kívül apróbb karácsonyi rendezvények, illetve kis céges évzárok az, amik a jövőben terve vannak nálunk. Everybody feels so tra-la-la. They want to throw their cares away. Nagyon szeretjük a tematikus műsorokat, erre készülünk is folyamatosan, mind karácsonyi területen, mind születésnapokon, kisebb rendezvényeken, és mindig igazítjuk a műsor összetételét ahhoz, hogy milyen közönségnek éneklünk. Így volt ez a mai napon is, és nagyon köszönjük a meghívást a mai napon. A trió jövőjéről, terveiről is hallhattunk. Jövőre nézve nagyon sok tervünk van. Szeretnénk az akusztikus vonalunkat egy kicsit jobban erősíteni, mondanám inkább azt, hogy megnyitni, illetve teret engedni neki, hiszen ez eddig egy ismeretlen terület volt a számunkra, de szeretnénk, hogyha gitár vagy zongora ugye a csapat része lenne a jövőben. Szeretnénk újabb fotózásokat, szeretnénk videoklippet forgatni, szeretnénk minél többet a közönségünkkel találkozni, új dalokat tanulni, inkább egy picit a múltba visszamenni, és a ránk jellemző kuriózumokat még inkább megismertetni a közönséggel. Aki szereti ezt a műfajt, nem kell sokat várnia, hogy láthassa a női énektriót. Erre a következő hetekben több alkalma is lesz. Working for